Sziasztok, kedves pajtások! Eljött a mai napi Overwatch gameplay ideje, és hát a mai napi kiszemelt hősöm a Tracer, tekintve, hogy vele tudtam értelmezhető felvételt menni. Próbálkoztam én a többi híróval is, higgyétek el, próbálkoztam. Szimetrával is volt egy nagyon gyönyörű köröm, de egyszer meghaltam. Soldier 76-tal is volt egy nagyon szép köröm, de egyszer az utolsó másodpercben a győztes felirat kiírta előtt meghaltam. És... Volt még Bastionnal is egy nagyon szép bevédésem, de ott is egyetlen egyszer meghaltam. És hát a változatosság kedvéért még azt hiszem volt egy híró, ja igen, Tracerrel is volt egy ugyanilyen köröm, de egyszer meghaltam. De ne izguljatok, ez nem egy olyan gameplay lesz, itt egyszer sem fogok meghalni, megnyugtatok mindenkit, úgyhogy nyugodjatok meg, nem fogok meghalni. És ehhez szerintem értékelhető lesz majd a kör, amit menni fogok, de majd ezt úgyis eldöntitek ti, tekintve, hogy szerettek kritizálni és hasonló formákban megnyilvánulni. Úgyhogy kezdjünk is hozzá, hölgyeim és uraim, és hát nagyon szép a graffiti, igen. Mekrinek a graffiti meglepően hasonlít az enyémhez, bizony. Nos, hölgyeim és uraim, és kezdődik is már is az összecsapás. Itt Zumbazin, vagy mi a túró, ez az afrikai város. És hát egyelőre még meglepően lapít az ellenfél, és csodálkozok is, mert általában le szoktak itt minket rohanni. Legalábbis a vérmesebb fajta, hát egy ilyen mely van itt nálunk, a közelben megtalálható, egy Reaper üldözi. Egy Junkrat is feltűnt a szíven, nagyon jó, imádjuk Junkratot, és van egy Winstonunk is, hát a majom az mindig jó a háznál. Érdekes és izgalmas összecsapás elé nézünk, kérem szépen, hölgyeim és uraim, és ott melynek a nyomai megtalálhatók, hogy szétnézek itt, hát nem-e itt lappang a bestia. De egyelőre nem itt lappang, úgyhogy hát érdekesen várom a fejleményeket, egy Mekri is a sollatávolban, jól van, most már nagyjából felmértük az ellenfél összetételét. Már csak ki kéne találni, hogy hogyan öljük meg őket, ó, és már próbálok, hogy jó, és van egy Soldier 76-unk is, remek, de csodálatos társaság. Hát, és Soldier-t lövöldözzük, de hát nagyon nem hatotta meg ez a história, úgyhogy gyorsan inkább visszavonulót fújok. Ó, és mely fog itt végezni mellyel? Hát ez a mely már csak ilyen, és most próbálja visszahellelni magát, mert hát meglepően megpusztult volna, és most a multiát megpróbált elnyomni, de hát hála égnek a lövedékeink azok gyorsabban voltak, úgyhogy hát ez szerencsétlen mely most elhalálozott a békeporaira. És hát én általában ezen a pályán, amikor atakos vagyok, akkor én itt felül szoktam próbálkozni, mert itt olyan jó. Nem annyira szoktak felülre figyelni, bár most felhívtam magamra a figyelmet, ez egy hiba volt részemről, tudom, de most ezzel korrigálok. Hát Mekrit sikerült elintézni, hála a jó Istennek, nyugodjon békében, Winston próbál steppelni ott a háttérbe, közben a többiek húzzák a pontot, úgyhogy ez idáig ez nagyon kellemes összecsapásnak tűnik. Winston vs. Winston összecsapás látható, és mely eltűnt itt a payload háta mögött, egy lökhárítónak álcázta magát, és most meg is halálozott szépen, és húzzuk továbbra is a pontot, kérem szépen, hölgyeim és uraim! Csodálatos, csodálatos összecsapás, és már is megpróbálok erre felé jönni. Eltávolodok a payloadtól, mert ahogy hallom, Junkrat beizított a ilyen motorját, úristen, és egy Mekri az egyetlen ellenfelem. A gyengém, ahogy tudsz tanulni, és olyankor lesoroz a picsába, és meghalok, és ez nagyon fáj, mert sírni szoktam utána. Hát, és még itt van, nem vették észre a többiek, úristen, mennyi innent a szemétládom, mennyi innent, nem akarom, hogy bántsál, ó, és már... Ó, már ketten vannak? Mi a jó Isten? Ó, jó, van elpusztult, valaki elpusztult, jó, ennek örülök. És nem én vagyok az. Na, a payload az továbbra is halad, ilyen kelet-észak-kelet irányba, ez idáig meg nagyon szimpatikus. Megpróbálok egy kicsit mindig így megbújni itt a sarokba, az egy Soldier 76, tehát egy kicsit soroztunk rá, de ez valami keveset hatott. Mindenesetre a többiek azok befejezték azt, amit én elkezdtem. És rá kéne jönni, hogy merre van itt az ellenség, hát ott egy Junkrat. Lucio is megtalálható ott a háttérben, ízlésesek a lövedékei, ezek a hanghullámok. És hát a többiek előre nyomulnak, ilyenkor azért általában hibákat szoktak elkövetni, mert a payloadot itt hagyták kb. Hó, egyedül, és itt van Mekri, és el akarja nyomni az ultiát, de túléltem. Hó. Úgy félek attól az ultitól, majd befosok. És ezt nem tudtam belesorozni, semmi baj, az halad tovább a payload, kicsi vonatunk. Na és hölgyeim és uraim, kérem szépen, továbbra is próbál itt az ellenfél küzdeni, ha most egy díva nyomja el az ultiát.
Elég érdekes, ilyen használta, mert hát nem lökte előre, ahogy azt szokta, hanem megállt egy helybe, és hát csendben felrobbant, amíg mindenki elmenekült, de hát azért így is valaki hatott. Ja igen, Soldier 76 pusztította, ahogy jól látom. Igen, ott megy a drága, az biztos a többiek mögé került, ezért érdemes mindig nem egy bolyba csak maradni. Jó, tudom, kompetitív módban egy bolyba kell maradni, mert ha valaki elnyomja az ultiát, mondjuk... Hát ez csodálatos volt, köszönöm, köszönöm, Nagyon jó volt, kérem szépen, hölgyem és uram, és hát azt is elpusztítottuk, halad a tovább a payload. Nagyon jó, most meg kéne próbálni megint kicsit kitérni a többieknek az útjából, annál is inkább, mert a többiek már itt próbálnak oldalt érvényesülni, megint sikerült valakinek a halálába közreműködnünk, de ez a kurva McCree mindig itt van a sarkamba. Hát ez egy igazi szemétlád, de komolyan mondom, ez hogy tud mindig mögém kerülni, hát ez szörnyű. Na, de akkor többiek közben bevitték a payloadot, hát én még valakibe beleengedtem pár golyót, el is pusztul szerencsétlen áldozat, és hát megszületett a magabiztos Victory. Kérem szépen, hölgyeim és uraim, hát ez egy csodálatosan megnyugtató kör volt az Overwatchban, és én lettem a Play of the Game, hú, micsoda megmozdulás, kérem szépen. Csak nem, de pont a triple kill az, fincsi, nagyon fincsi, sziasztok. Mondjuk lehet, hogy utána próbálkoznom kellett volna még gyilkolászni, de hát én ilyen visszafogott játékos vagyok, nézzétek el, nem? Nos, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy végignéztétek az újabb Overwatch videómat, ahol is Tracert mutattam be nektek, hát most csak 10 embert tudtam megölni, de hát azért így is izgi küzdelem volt. Köszönöm a megtekintéseket, találkozunk egy újabb híróval nem sokára, sziasztok!